Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit! Kis reward nyitogatós videóban, nagyon-nagyon sok minden mondjuk nem lesz. Nem nagyon volt időm lejátszani a mostani VR-t. Múlt héten azért nem raktam fel a rewardot YouTube-ra, mert igazából nagyon rosszul sikerült, tehát hogy nem volt benne semmi értelmes, úgyhogy nem láttam értelmét, és meglátjuk, hogy ez hogyan sikerül. Úgyhogy a Silver 1 időhiányában tényleg nem volt időm több meccset lejátszani, kicsit azért gyűjtögetjük már a pekkeket. Vegyük is át a kis jutalmunkat. És nézzük, hogy mit dobott most a gépezet. Mint pick, ugye a pakokat elrakjuk, van egy Mega meg egy Jumbo Premium Gold Players. Az még nem is olyan rossz pack. Meg némi kis coin is azért jár hozzá. Na nézzük, az egy darab pick. Jó lenne 86 pluszos SBC-t csinálni. Ez az kell, hogy most megint ne nyissak túl jót, de még olyan jó nincs is a Team of the Week-ben, ez a baj. Hogy megint csak eléggé vérszegény Team of the Week van. De azért nézzük meg, mit dob. Jó, szerintem akkor mehet is ez a 86 pluszos SBC. Hát ratingnek kivesszük a consignment-ben. Megy akkor bele SBC-be Lozánóval együtt, akit ugye nem nagyon használok, úgyhogy gyakorlatilag nem fog hiányozni. Azon még gondolkodok, hogy pénteken eladom a csapatot, mert jó lenne minél több coint megmenteni, úgymond a totig, és addig valami kis szerényebb csapattal eljátszogatunk, aztán totikor meg visszaveszünk mindenkit olcsóbban, vagy lehet, hogy teljesen más koncepció lesz. Ezt majd még meglátjuk. Jó. Akkor nézzük azt a 86 pluszos SBC-t. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen belőle. Nekem ez az idei első. Hát jó lenne, hogyha nem csak kapusok jönnének, meg valami értelmes is. Azért ide csapódna. Nézzük. Gold pickek. Úgy, és akkor Valverdét nyilván nem rakjuk bele. Lozano se egy rossz lap, de igazából tényleg nem, aztán már tele vagyunk szuperszabokkal, és miért ne? Egy kicsit kockáztassunk. Aztán hát, ha jön valami jó. De még nem nagyon. A Valverdén kívül olyan óriási nagy pikkem nem volt. Ratingben voltak jók, de nagyon-nagyon jó játékos nem sikerült pikkelni a Valverdén kívül, akit azért úgy használok is azóta. Na jó, nézzük. Mi lesz ez a mostani kis pick? 86 pluszos. Kérlek, légy szíves, gyerünk! Jó, hát akkor ez ennyi. Édes Istenem, de jó. Jó Guerreiro. Hát francia, ezért a dinnyt szerintem kiveszem, mert az Omber az még hiába a rating, de ja. Jobban lehet SBC-be hasznosítani a dint. Na hát megérte. Megérte ezt kiszedni. Jó, hát van, akinek persze bedobja a Ronaldót, meg mit tudom én. Neki megéri. Ez ilyen lutri. Úgyse tudunk mit csinálni ezekkel a lapokkal, be kell dobni, aztán majd lesz valami. Na, hát óriási, óriási videó lett ez is. De szerintem ezt most feltöltöm, miért ne? Legalább tanulságos. Ha vannak esetleg olyan pikjeid, mint nekem is, hogy ezért Lozánot például lehetett volna használni ugye objektívekhez későbbiekben. Hát őt most elveszítettük, nem baj, van más. Rengeteg playert ki lehet szedni. A játékból ingyen is ki lehet farmolgatni őket, aztán velük szépen lehet majd objektívezni. Na jó van srácok, köszönöm szépen tényleg a figyelmet. Heó, heó, sziasztok!